A Halics István Városi Könyvtár 15 éve, 16. éve működik Nagykanizsán, és azt mondhatom, hogy a közművelődésnek, kultúrának a centruma, a központja itt a Gálvin téren. Dénes Sándor polgármester köszöntője után Cupi Gyula a látogatási szokásokról szólt. Egyre csökkenő létszámú korosztály nagyon magas arányban használja a könyvtárat és kölcsönöz. Az igazgató nem csak a könyvtárlátogatásról, hanem az intézmény és a fiók könyvtárak a kis települések kapcsolatáról is beszélt. Mint fogalmazott, egy pillanatra sem volt szakadás a rendszerben, sőt, a könyveken kívül szolgáltatások, programok is megjelentek a falvakban. A szakmai tanácskozás apropóját egy kiadvány megjelenése adta. Ez a könyvtárellátási szolgáltató rendszernek az ajánlása, ez arról szól, hogy a kistelepülési könyvtároknak hogy kell kinéznie, mivel segíti a munkát a könyvtárosoknak. Szerettük volna a polgármestereknek átadni, hogy üljenek össze, nézzék meg, hogy mit tudnak tenni a kistelepülési ellátás elősegítésére, javítására. A tanácskozáson több előadást is hallhattak a résztvevők a témával kapcsolatban.